A 2011-es Szilveszter Kupa nyílt kategóriájában nem az eddig meghatározó csapatok játszották a főszerepet. A tavalyi bajnok Szekér Kereskedőház és a Krizsán Vilszer nem indult, a sokszoros győztesek, a Sugovica és az R+M pedig a legjobb 8 között búcsúzott. Így már az elődöntők előtt lehetett tudni, hogy új bajnok fog születni. A kupákban ez a csodálatos, hogy favorizáltak itt csapatokat a legjobb 8 között, és kiderült az, hogy azok a csapatok játszották a meghatározó szerepet, akiket a futottakvi kategóriába sorolt a közvélemény. Én rendkívül örülök annak, hogy ez a 4 csapat került be, mert mutatja azt, hogy nem szabad előre meghirdetni a győztes, nem szabad egyes csapatokat lebecsülni. A kupáknak ez a rendszere, ez a szokása, hogy olyan csapatok nyerik meg, mert mivel egyszer is javítási lehetőségek már nincsenek, olyan csapatok nyerik meg, akik adott pillanatban a legjobbak. Végül a BLS-e 2000 ért fel a csúcsra, akik az elődöntőben hetesekkel verték a BN-szólt, a döntőben pedig Goretic Gábor góljával 1-0-ra a Gigászokat. Ráadásul Meislinger Tamást a torna legjobb kapusának választották. Nagyon örülök, hogy sikerült megint elhódítanom ezt a címet. Annak is nagyon örülök, hogy sikerült összeállnunk újra. Hát annak meg főleg, hogy elsők is lettünk még. Ez tetézte az egésznek a dolgát. Az, hogy 2000 után ismét bajnoki címet ünnepelhettek? Hát ez fenomenális érzés, megmondom őszintén. Hát meg az is, hogy ezek a srácok, a újra játszok. Mennyire öregedtetek meg? Hát nagyon megöregedtünk, megmondom őszintén. Én már ezt a harmadik meccset, a mait már nagyon alig bírtam elviselni. Fáj minden porcikám. Az idei Szilveszter Kupa meglepetés csapata a Gigászok volt, akik előbb megnyerték a csoportjukat, majd az egyenes kieséses szakaszban egyaránt 4-4 gólt lőttek a Fortunának és a Gannának is. Hogy a kis csapat elért a fináléig, abban nagy szerepe volt Széglő Gábornak, akit meg is választottak a torna legjobb játékosának. Jobban örültem volna, ha megnyerjük a tornát, és nem vagyok legjobb játékos, de így is elégedett vagyok, hiszen a csapat eddig, még ha jól tudom, sose volt talán még a legjobb 4 között sem. Ezzel szemben most a bravúros második helyet szereztük meg, aminek nagyon örülök, és a döntőben is helyt álltunk, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Gyakoroltátok ezt a támadó kapusos felállást? Gyakorolni nem gyakoroltuk, csak felmerült mérkőzés előtt, hogyha a hátrányban leszünk az utolsó 4-5 percben, akkor megpróbálkozunk ezzel minden tájlapra feltéve, és kis ilyen sikerült is. Megkérdeztem, hogy mi van a hivatalban a virágokkal? Virágokat gondosan locsolom, úgyhogy virágzik a hivatal, mondhatjuk. A Gigászok mellett a másik meglepetés csapat a negyed döntőben a Sugót is búcsúztató FC Ganna volt, melyben ezúttal az újdonsült apa, Császár Norbert volt a főszereplő, aki a torna gól királya lett. Hát kellemes csalódásként éltük meg, nem számítottunk ilyen jó eredményre, meg hát én sem számítottam arra, hogy gól király leszek, mivel nem én szoktam javarészt a gólokat rúgni. Tudom, az utóbbi időben utánpótlás neveléssel is foglalkoztál, miről van szó? Hát igen, családot sikerült alapítani, megszületett Máté fiam november 15-én. A jobb formában vagy? Hát nem alszok olyan sokat, de remélem jobb formában vagyok. A negyedik helyen a BN szolgárdája végzett. Természetesen több dolog is felmerült a jövőt illetően. Van egy évünk. Elsősorban a legnagyobb feladat ebben az évben az lesz, hogy a Szilveszter Kupára meghatározó tőkerős szponzorokat tudjunk keresni, és akkor van realitása annak, hogy esetleg egy halászlé főzőkupa mintájára egy nyílt kategóriát csináljunk, mert így is lehetett látni, azért az igazolt játékosok hozták a minőséget a mostani kupánkban.